Először pénzt azért, hogy muzsikálok. Addig mivel tartottad el magad? Hát én addig gimnáziumba jártam, úgyhogy... Ez annyira korai stádium volt, hogy, hogy hát amikor a VM-ben bekerültél, hány éves volt? 19. Úgyhogy az egyből átkötött, de hát én még abban az időben is konziba, meg főiskolára jártam még, szóval végül is én tanulóként egészen azt hiszem, hogy 26-27 éves koromig én tanuló voltam, tehát abban még a főiskolát el nem végeztem. Úgyhogy aztán, tehát mondom, ez volt az első professzionalista zenekar a szónak, nem tudom, hogy a jó vagy a rossz, de hát szóval abban az értelmében, aztán utána, ja ez abban az időben volt, amikor egy Európa című szám volt a Mikinek a abból rengeteget adtatok el, izéje, ugye? Fős lágere, szét magyarságra, hát 350 ezer kis lemez fogyott el. Hát mondanom sem kell, hogy tudod, minden nap buli, utazás, stb. Mellette konzi, persze, szóval volt, hogy a Mikrobusz a konzitól indult, vagy pontosabban ott az Éva Presszóból, ami a konzihoz közel volt, hogy mit tudom, hogy összhangzatlan óráról mentem át, és szálltam be a Mikrobuszba. És hát ebben persze a konziba senki nem tudott, hogy én ebben a zenekarban vagyok. Aztán utána a Szenátor következett a Somlajossal, Takács Tamással. Visszakanyarodom még a VM-ben, ez hogy fogadtak téged el ott? Te rettentő fiatalnak számítottál, nem ott a csapatban? Nézd, ahogy így visszaemlékszem, ők mindig is nagyon kedvesek voltak, és én nekem mindig is nagyon nagy szerencsém volt a zenész társaimmal, és éppen úgy számolgattam valamikor az elmúlt hetekben, hogy én kivel, kikkel játszottam együtt, és borzasztó hosszú a névsor. Nem csak mint stabil zenekarban, hanem stúdió, felvételek, koncert, meghívások, stb. De én nekem igazán összezördülésem zenész kollégával soha nem volt, és ami volt, az én hibámból volt, tehát én azt tudom, hogy én hibáztam velem. Én nem nagyon emlékszem olyasmire, hogy én rosszul éreztem volna a kollégák miatt magam. Habár azt azért meg kell mondanom, hogy ahol úgy érzem, hogy ennek az esélye megvan, azt én rögtön élből nem vállalom el. Tehát akkor inkább nem megyek oda. Tehát ahol érzem, hogy itt csin bemenésre van lehetőség, focista nyelven mondva, vagy valami gáz lett, akkor inkább megköszönöm. A VM-ben már írtál nótákat? Vagy ott még? Hogyne, hát ott az első, az Európa lemezem, nem tudom, 9 nótán volt körülbelül már. Aztán Szenátor. Somlajos, Takács Tamás, a piramis utáni idők voltak. Ez egy rövid idő. Rövid volt, ideig volt, rövid sajnos. Mert én mai napig úgy érzem, hogy ez a zenekar többet érdemelt volna, nem azért, mert én voltam benne, hanem igazán nem volt kifutása ennek a dolognak. És hát aztán utána, amikor ez véget ért, akkor elkezdtem a saját dolgaimra készülni már tudatosan, de még visszamentem a Mikihez, a Varga Mikihez egy másfél-két évre, hogy lehessen színpadi tapasztalatom, tehát rendszeres színpadi tapasztalatom, tehát hogy játszak valahol, de közben én már írtam az első saját nótáimat, instrumentális nótákat, tehát amiben csak gitár van és nincs ének, és ez vezetette a Gitármánia lemez 1987-es felvételéhez és 88-as megjelenéséhez. Nagy sikereid voltak, mint külföldön, mint itt Magyarországon, ugye? Ezzel Magyarországon voltak csak sikereim, idézőjelbe a csakot, hiszen egy magyar embernek azért mindig, vagy egy embernek mindig az a leglényegesebb, ahol él, hogy ott szeressék. Tehát ez nem úgy csak, hogy ez nem lenne jó, de most területileg, hogy kisebb területen, tehát Magyarországon volt nekem sikerem. 12 ezer darabot adtunk el magánkiadásban belőle. A Katona Laci volt az akkori menedzserem, aki most az Akela együttes énekese, és hát ez nagyban az ő áldozatos munkájának is volt köszönhető. Az első magánkiadású lemezek között volt Zsiguli autóval terjesztve. Ehhez képest ez a 12 ezer, nem csak ehhez képest, hanem általában. Sokat játszottunk. Ez nem jelentett valahogy nem egy nagy felelősség, mondjuk egy gitárt így fölvállalni szólóban? Volt ennek, hogy mérted fel ezt? Ennek piaca van, vagy te saját belső készítést érezted arra, hogy neked meg kell mutatnod azt, hogy mit tudsz? Nézd, Miksa, én azt hiszem, hogy ez saját tapasztalatodból is tudod, hogy az embernek muszáj belső készítést éreznie, máskülönben biztosan, hogy nem fog semmi sem sikerülni, tehát
még hogyha az üzlet bele is keveredik kézen közön, azért akik ezen a pályán 2-3 évnél tovább maradtak, őket, hogyha az ember nagyító üveg alá tenni, akkor biztos, hogy még hogyha nem is úgy látszik, de biztos, hogy nagyon erős belső késztetést éreznek, mind a mai napig. Hát én pedig most már 12-13 éve vagyok ebben benne, úgyhogy szóval nélkül nem is lehet. Aztán kiadtál egy karácsonyi lemezt. Karácsonyi lemez, Christmas in Guitarland címmel. Ez egy személyes kötődésed a karácsonyhoz? Igen. Vagy? Igen, egyébként német megrendelésre készült, a Gitármánia lemezhez visszakanyarodva. Nagyon gyorsan, hogy a Gitármánia első lemeznek azt köszönhetem, hogy az a menedzserem engem idézőjelbe felfedezett, akivel mind a mai napig együtt dolgozom, ő a Ruud Groenendijk, egy holland menedzser, és hát mondom, 5 éve vagyunk együtt, tehát ilyen módon azért külföldi sikerei is voltak. Épp szerettem volna mondani, hogy a Cserültei Laci barátom, aki a Metal Hammer Hungarikának az egyik fő arca, ő küldte el annak idején ezt a lemezt neki. Ők egyébként a Halloween turnéban találkoztak. A Halloween ugye elég népszerű zenekar volt itt Magyarországon 87-88 tájékán, és hát amikor ők itt turnéztak, akkor ismerkedtek meg, mert az én menedzserem, a Halloweennak az egyik vezető menedzsere volt abban az időben. Tehát akkor karácsonyi lemez? Karácsonyi lemez, német megrendelésre itthon. Azt hiszem, hogy 3 évig lehetett kapni a boltokban, sajnos most már úgymond ki van söpörve a padlás. Nincs már belőle, de szeretnénk a Hungarotonnal azért ezt megjelentetni, vagy az idén, vagy jövőre, meg szeretnék egy újat is csinálni, mert nagyon szeretem a karácsonyt, és jó otthon erre karácsonyozni, az egész családom, ismerőseim szeretik, úgyhogy. Aztán most tényleg egy felsorolás következik, 91-ben a Gitártörténetek, ez egy érdekes lemez, ez Koreában is megjelent, ugye? Hollandiában, Koreában, Németországban. Hát én nem tudom, hogy Koreában ezt hogy fogadták, minden esetre olyan mulatságos elgondolni, hogy egy magyar embernek a gitározását hallgatják Koreában. És nem tudsz semmilyen adatokat, hogy mégis hogy ment, hogy fogyott, az téged nem érint abszolút? Érint, de általában én ezekkel nem foglalkozom, tehát ameddig arról van szó, hogy megrendelik a következő lemezt is, addig én ezzel nem foglalkozom. Tehát most egy nagy megrendelőnek dolgozol folyamatosan így minden van, évben? És hát nem is az, hanem most a megrendelést úgy értem, hogy amikor elkészítem a lemezt, amilyen piacon ott vagyunk, hogyha arra azt mondják, hogy kérjük ezt is, addig nincs baj, és ahol eddig megjelentem, Japánban, Hollandiában, Koreában, Németországban, ott mindenhol várják a következőt, és itt hadd mondjam el, hogy augusztusban készülünk egy új lemezre, ami szintén ilyen énekes, illetve instrumentális keveréklemez lesz, és ennek már az lesz a poénja, hogy egy egész Európában egyszerre fog megjelenni, plusz Japánban, Koreában, Angliában, mert egy SPV nevű német nagy terjesztő cég elkezdi sorban megjelentetni az összes eddigi lemezeimet Európa azon részén, ahol eddig még nem jelent meg, tehát plusz Anglia. Aztán menjünk tovább. 92-ben a Gitármániának megjelenik egy újra kevert változata. Ez miért? Igen, azért, hogy a nyugati megjelenéseket, amelyek úgy jöttek és jönnek, azokat egy olyan hangzású lemezzel tudjuk megcsinálni, amely a korkövetelményeihez jobban igazodik. Hiszen nagyon jó az eredeti felvétel is, de hát azt azért rövid idő alatt éjszakai műszakba kellett megcsinálni, és hiába volt áldozatos a munka, azért akkor is az egy 88-as, a 87-es felvétel, az már 90-es években nem nagyon használható. Ezekkel egyébként, ezekkel a lemezekkel turnéztál, tehát itt igen. Magyarországon is? Igen, hát Magyarországon sajnos elég régóta nem turnézom, mert itthon Magyarországon nekem nincsen menedzserem, nincsen segítségem, én pedig nem tudok turnét szervezni, mert hát ahhoz túl sok zenei munkám van, és nem tudom ezt összefogni, sajnos, de tervezem, szeretem is. Miért kellett mondjuk, jól számolom, legalább 7 évnek eltennie, hogy kiadjál aztán 92-ben egy klasszikus gitárlemezt? Talán azért, mert klasszikus gitáron azért kevesebbet dolgozom, mármint kevesebbet koncertezek, mint elektromos gitárra, és valahogy ezért adok
vagy fogok a jövőben is kevesebb klasszikus gitárlemezt csinálni, mert most ismét érik az idő, és már csinálom az új klasszikus gitár anyagot, úgyhogy ez jövőre valószínűleg stúdióba fogok vele menni. Uh-huh. Ezek milyen sikeresebbek, vagy kevésbé sikeresek, mint általában a torzított gitár és egyéb más gitárokon játszott? Nézd, ennek, én azt hiszem, hogy az igazi poénját ennek az adhatja, illetve adja, hogy végül is biztos, hogy olyan emberek is meghallgatják, akik egyébként klasszikus zenét talán nem annyira hallgatnak. Tehát akik esetleg a rock zenét, vagy az én rock gitározásomat szeretik, akkor azt mondják, hogy na ezt meghallgatom, hogy mi, és általában ez tetszik ezeknek az embereknek is, úgyhogy. Tehát ebben még van egy ilyen csavar is, lehet mondani. Uh-huh. Az Álomtó jön ezután? Igen, az volt az első olyan lemez, ami már nagyon nagy nekifutással készült, nagy költségvetéssel, három producerrel. Ezen már volt ének. Holland magyar vegyes válogatott volt, egy Edwin Balog nevű holland srác énekel. Echte Balog egyébként. Hát úgy magyar, hogy az édesapja magyar, és azt hiszem, hogy 56-os disszidens volt, ő nem is tud magyarul egyébként. Három producer volt, a Kürony Amiki, aki egyébként az összes lemezemen velem együttműködött, és hát egyébként most is segít nekünk a hangban. Uh-huh. Aztán a Charlie Bauerfeind, aki egy nagyon neves német producer, olyan emberekkel dolgozott, mint az Ellennek, Miles, vagy a Victory, vagy a Heaven's Gate, Gamma Ray lehetne sorolni, és egy Sasha Pett nevű segítője, tehát ez már tényleg nagy neki készülés, a 2,5 hónapos, 3 hónapos lesz. És elérkeztünk ahhoz a gitárhitshez, amit most éppen, így van, tehát amiről már szó volt. Így van. Jó. A nézők egyébként többen telefonáltak, és többen kételkednek abban, hogy itt élőben megy a muzsikálás, ugyanis hát nem tudom, hogy hangmérnökeinkre kell ilyen büszkéknek lennünk, de komplett hangzást tudunk produkálni itt ezek között a körülmények között, aminek én nagyon örülök, csak ugye rögtön támadás ér minket, hogy hát nem élőben megy itt a muzsikálás. Tamás esetében ez egy fél playback megoldás, ez egy olyan jellegű dolog, hogy megy alatt a muzsika, egy bizonyos zenekari alap, és arra gitározik rá. És ezzel azt hiszem, hogy meg is nyitottuk a hangszeres részét a dolognak. Tamás, ha még valami eszedbe jut egyébként magadról, amit feltétlenül le akarsz mondani, akkor azt még közben biztos, hogy eszembe jut, és akkor majd jól bele fogok kérdezni itt a művészet közepébe. Azt tudom, hogy a te munkád nem csak abból áll, hogy zenét szerzel, nem csak abból áll, hogy vendégzenészkedsz, nem csak abból áll, hogy erre is egyébként majd kitérhetünk, hogy merre felé hol játszottál és hol játszol, de nem csak ezekből a dolgokból áll, hanem, meg nem csak a gyereknevelésből, amire gondolom nagyon kevés idő van, hanem gitárkurzusokat tartasz. Alapvetően rögtön első megközelítésben mit kell tudni egy ilyen gitárkurzusról? Mi történik? Több részből tevődik össze egy ilyen gitárkurzus. Először is tanácsokat szeretnék adni a gitárosoknak, hogy mit gyakoroljanak, hogyan fejlesszék. Már eleve gitározva, gyakorló gitárosoknak? Nem szó. Teljesen. Megpróbálom úgy felépíteni ezt a műsort, hogy ez mindenkinek érdekes lehessen, tehát nem száraz anyag, hanem muzsikálok is úgy, mint itt, tehát fél playbackkel, tehát hogy rájátszom az élő gitárt, akkor azokat elemezzük, érdekességeket próbálok mutatni, mind a hangszerem, mind a zenei életből, illetve a tapasztalataimat próbálom átadni a stúdióban, hiszen én 10-ig úgy tényleg nagyon számon tartottam, hogy hány lemezt csináltam, de most már a fölött jócskán vagyok, úgyhogy talán jogom van, vagy érkezésem lehet arra, hogy a stúdió dolgokról is beszéljek, persze csak a gitározás részéről. És azokat a gitárosokat próbálom előtérbe állítani, és nem magamat, akiket én tisztelek és én szeretek. Ezért is született meg ez a Guitar Hits lemez, ahol olyan gitárosoknak a nótáit játszom, mint Joe Satriani, Yngwie Malmsteen, Steve Vai, és sorolhatnám még. És ezeket a nótákat például hónapról hónapra mindig egy-egy nótát közösen elemzünk. Egyébként ezeknek a kurzusoknak minden hónapban más és más a műsora. Uh-huh. Úgyhogy szó van azért persze azokra a dolgokról is, amiket én csinálok, vagy én szeretek, de
Most akkor készültél egy műsorral, amit már mi tudunk, de egyébként hogy kezdődik ez az egész dolog? Hogy kezdesz bele? Leülsz, és akkor akkor lejátszol egy nótát? Így van. Hogy játsz? Tamás, rögtön akkor gyorsan rohanjunk át azon, hogy mondjuk elég hülyén hangzik ez a kérdés, hogy olyan óvodásnak tűnik, hogy mondjuk egy gitáros, és szerintem ez bármelyik ilyen menő gitáros is megeshet, hogy nem tudja, hogy milyen szempontok szerint vásároljon gitárt. De egy gitárnak általában milyen követelményeknek kell megfelelnie? Elsősorban hadd beszéljek azokról, akik az első gitárjukat veszik, hiszen talán ők azok, akiknek a legjobb vagy a legfontosabb az, hogy tanácsot kapjanak erről, hiszen ha például te szeretnél gitárt venni, te például megkérdezed a gitáros kollégáidat, hogy mi a véleményük.
de hát ők még biztos, hogy sokan közülük eléggé egyedül vannak ezzel a problémával. A legfontosabb az, hogy olyan hangszert vegyenek csak, amellyel hosszú időn keresztül tudnak együtt élni, hiszen a gitárok azért relatíve drágák, nyilván, hogy áldozatok árán szedi össze a legtöbb gitárvásárlóra a pénzt, és jól meg kell nézni. Ez az egyetlen nagyon fontos dolog, hogy sokszor ki kell próbálni sokféle hangszert, még hogyha el is döntötte, hogy milyen típust, vagy milyen márkát akar venni, akkor azon belül is sokféle típust kipróbálni, hosszasan gondolkozni. Anyagát tekintve van valami olyan, amiről tudni lehet, hogy ez az anyag, ez jó, egy bund, vagy egy ez a kerezve kasú csíkok, vagy a test, vagy valami olyan jellegű dolog, ami egy kicsit talán mélyebb szakmainak tűnik, de lehet, hogy fontos. Itt én csak azokat a dolgokat tudnám mondani, amelyek esetleg nekem tetszenek, de ezek nyilván, hogy szubjektív vélemények. Tehát mindenféle gitár cég csinál olyan hangszereket, amelyben megtalálhatják az emberek a jót, hiszen ízlés dolga, vagy ízlés dönti el azt, hogy kinek melyik gitár tetszik, melyik gitárt veszi a kezébe, megfogja, és azt mondja, igen, ez kell nekem. Uh-huh. Szóval ebbe a muzsikálás dologba, de hát a művészeti ágokba az a legszebb, hogy rengeteg féleképpen lehet jól csinálni. Uh-huh. Ugyanez vonatkozik a gitárra is. Pontosság szempontjából, hogy nézi meg az ember, hogy egy gitár pontos? Nézd, még ez is olyan, ami tulajdonképpen nem teljesen döntő, hiszen egy gitárt lehet, hogy a gyárban nem állítanak be teljesen jól, illetve hogyha használt gitárt vesz esetleg az ember, ne adj Isten, akkor lehet, hogy az előző tulajdonosa nem állította be jól. Én ahelyett, hogy most ilyenekről beszélnék, inkább azt mondanám, hogy ott kérje ki az eladónak a tanácsát, hogy mutassa be neki, hogy hogyan van ez beállítva, hogyha valami föltűnő, hogy nagyon messze vannak a húrok, kényelmetlen rajta játszani, de valami miatt tetszik, akkor kérje meg, hogy vizsgálja meg az eladó, hogy ez biztos, hogy jól van-e beállítva. Annyi, hogy az oktávnak a tisztaságát, azt nyilván úgy jó megnézni, hogy az ember megpenget egy üveghangot, és akkor utána lefogja. Tehát a 12. fekvésben megpengeti, és utána lefogja, és hogyha közelít, tehát ez a húr, ez megszólal akkor is, hogyha még nem fogtuk le. Így van, csak így megpengettük, tehát hogy ráhelyeztük az ujjunkat, nem nyomjuk le teljesen az érintőre a húrt. Megpengetjük, szól, utána lenyomjuk, megpengetjük, és akkor ennek körülbelül egyeznie kell. Természetes, és azért nehéz is erről nagyon beszélni, mert lehetséges, hogy a gyárba olyan húrokkal szerelték, ami, mit tudom én, nem teljesen élte át mondjuk az utazás viszont, vagy szállítás viszontagságait. És hát érdemes belenézni a gitár nyakába, hogy, mit tudom én, nem nincs benne valamilyen kanyar. Ennek teljesen egyenesnek kell lennie. Egyenesnek kell lennie, de hát ez is nagyon nehéz, hiszen hogyha mondjuk ez a merevítő dolog, ez sok gitárban van benne, egy ilyen merevítő pálca, hogyha például ez nincs rendesen beállítva, akkor lehet, hogy van azt benne valamiféle deformáció. Így, hát, tehát itt van ezen a típuson. Hogy itt őróla lenne szó. Uh-huh. Nem tudom, hogy látjuk-e, arra mutassam inkább. Úgy, merevítsd el. Tehát ott a nyak végén van az a kis bütyök, ami ott kiáll, annak a vége áll ki, tehát, de az egy végig egy pálca, ami egész a testig megy. A testig, és ez húzza be a nyakat gyakorlatilag. És azt stabilizálja. Így van, hiszen a húrok, én most nem tudom megmondani pontosan, hogy hány kilogramm nyomást gyakorolnak a gitárnyakra, tehát nyilván, hogy húzzák előre, ezzel pedig be lehet állítani a feszességet. Habár meg kell, hogy mondjam, hogy én ilyen gitárbeállítás ügyekben nem nagyon vagyok, hát hogy szakember,
Én mindig el szoktam vinni az én Egyesi Tibor barátomhoz az összes gitáromat, és akkor ő beállítja, én meg csodálkozom, hogy na hát de kényelmes rajta játszani, szóval én nekem a kézügyességem a sajnos nem a legjobb. Értem. Menjünk akkor tovább. Az elektronikához az abszolút csak a hallás, tehát amikor kipróbálja az ember a gitárt, akkor az is hozzávezethet egy éppen adott gitárnak a megtetszéséhez, hogy a hangja olyan, ami a fülünknek, vagy éppen az ízlésünknek megfelelő. De viszont van egyéb más követelmény is esetleg, amit hát támasztasz? Az elektronikáról még csak annyit, hogy az elektronika cserélhető. Tehát azt nagyon ajánlom olyan gitárosoknak, akiknek esetleg nincs megfelelő összegű pénz a zsebébe, hogy ilyen módon jobb gitárhoz tudnak jutni, hogyha részletben veszik meg, méghozzá úgy részletben, hogy vesznek egy gitárt, és aztán utána kicserélik mondjuk a pick-up-öt benne. Tehát akkor nem kell drága kategóriájú gitárt, vagy drágább kategóriájú gitárt venni, mivel annak mondjuk az elektronikája jobb, megvehetik az olcsóbbat is, és akkor mit tudom én, fél év múlva, egy év múlva, amikor ismét talpra állnak a gitárvásárlás okozta megpróbáltatásból, akkor utána lesznek bele pick-up-öt, és már Magyarországon erre nagyon sok lehetőség van, hál' Isten. Azoknak a nézőknek, akik esetleg most kapcsolódnak be az adásba, azoknak most Tamás játsszál valamit, jó? Jó, egy pillanat akkor. Gitárcsere. Közben elmondhatnád, hogy ez a gitárcsere, ez miért van? Sajnos azok a fél playback szalagok, amiket én használok, azok nem egy időben készültek, hiszen amit most fogok játszani, az a Guitar Hits lemeznek az egyik darabja. A legújabb lemeznek az Exit 21 című nótája, és az most készült, mit tudom én, néhány hónapja, az Adagio, amit meg ezelőtt játszottam, az a Guitar Mania lemezen volt rajta, az mit tudom, 4 éve. És egy kicsit odébb vannak a hangolások, megint más kérdés, hogy mondjuk ez a hangszer, ez a Fender Stratocaster, ez játszotta eredetiben is az Adagiót, tehát mondjuk ennek a, tehát az Adagio-nak mindenképpen ez a Stratocaster-es hangzás, átad, ez a mély pick-up, tehát ez a nyak pick-up-ös hangzás. Úgyhogy hangzásbeli dolgok miatt, tehát még hogyha a hangulás teljesen ugyanaz lenne, akkor is valószínűleg, hogy minden nótához másik gitárt használni. Parancsolj!
lópofa kis befejezés volt. Na, maga akkor... Maga a nóta is egy lópofa. Akkor térjünk rá magára a gitár kezelésére. Remélem, hogy nem hagytunk ki, illetve kevés dolgot hagytunk ki, biztos, hogy valamit ki fogunk hagyni, mert rövid az idő. Melegítés. Térjünk rá akkor az emberi tényezőkre. Nagyon sokféle bemelegítő gyakorlatot használok. Pontosan a Daci Zsolt barátommal beszéltem évekkel ezelőtt arról, hogy én többet gyakorolok, mint ő, nem tudom, vagy akkoriban többet gyakoroltam, mint ő, most nem tudom mennyit gyakorol, és mindig kérdez, hogy Tamás, hát mit gyakorolsz annyit, amikor én leülök, és akkor nem tudom, fél óra múlva én megunom, és hogy olyan nehéz tovább. Egyébként ezt hozzáteszem, hogy most itt tanulja voltam a stúdió folyosán egy beszélgetésnek, miközben te ugye halál kötetlenül beszélgettél valakivel is közben. Igen, hát igen, igen, ez volt, ez volt, igen. És abszolút nem zavartatom, vagy teljesen simán tudtál beszélgetni, miközben a kezed meg járt. Hihetetlen gyorsasággal. Nézd, én hozzászoktam ahhoz, hogy úgy mentem az időmet, hogy mindenhol gyakorolok. Gyakoroltam lépcsőn, repülőtéren, Amerikában végig gyakoroltam az elmúlt évben a turnét, egy turnébuszon, hogyha ott nem gyakoroltam volna, mire a 2,5 hónap után hazajöttem volna, akkor elfelejtettem volna gitározni, baromi hosszúak a távolság. Ez a sok új mozgás, ez nem tesz tönkre a... Szerintem éppen ellenkezőleg ez olyan, hogy azt tenné tönkre az embernek a kezét, hogyha hirtelen belecsapna valami gyors mozgásba, tehát úgy nem is szabad. Úgyhogy a gyakorlást én mindig úgy szoktam elkezdeni, hogy nagyon lassan például a mai napot így kezdtem, hogy például egy ilyen bemelegítő gyakorlat, ami arra való, hogy összehozza a bal kéz és a jobb kéz munkáját. Illetve nagyon sok olyan skálát használnak a mai gitárosok, amelyek úgynevezett három ujjas skála, tehát egy húrra három ujján kihetett. És hát az ember ugye ezt gyorsítja, persze nem fokozatosan, hanem lépésről lépésre. És mire eljut ahhoz, hogy az A3 TV-be a folyosón beszélget, akkor már... Tehát ez egy bemelegítési forma, igen. Amit... Meg egy szórakozás is. Te még mindig élvezed? Hát, hogy lehet ennyi gitározni? Hát úgy, hogy az ember minél jobban belekerül a dologba, annál inkább ezt a pontosan a Szendrei tanár úr fogalmazta így meg, aki egyébként a halála napjáig gyakorolt. És ő mondta, hogy az ember minél többet, de hát ezt minden zenész, vagy minden művész, vagy minden gondolkodó ember el tudná mondani, hogy az ember minél jobban beleássa magát valamibe, annál inkább jön rá arra, hogy mi mindent nem tud abban a dologban. Tehát annál érdekesebb lesz, és én ezt egy sakkozáshoz hasonlítanám, hogy az ember mindig új dolgokkal találja magát szembe. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az ember nem tud gitározni, tehát hogy egyre jobban jön rá, hogy hát hiába gyakorolok, ez csak nem fog menni, nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy az ember azt mondja, hogy igen, ezt hát tudom, de akkor mi lenne, hogyha például felraknám ezt egy másik húra, tehát nem csak az E húron, hanem mondjuk a H húron is, ugyanígy D-mollban. Vagy pedig azt mondja, hogy fordítva, tehát nem lefelé. Aha, igen, igen, igen. Tamás, tekintve véve, hogy neked ez hihetetlenül egyszerűen megy, miközben most itt még egy ilyen plébek alapjai produkciót fogok kérni tőled, közben te még nyugodtan el tudod gondolni, hogy mit fogsz a következő traktusban majd tanítani akkor a nézőknek. Ez az igazság, hogy eléggé sok, tehát a tárházam elég nagy, úgyhogy hála Isten. Megtenni mégsem, hogy ideadod nekem azt. Természetesen a segítek én nekem. Szívesen leszek ilyen gitárhoz. Nem sértelek ezzel meg. Vagy a klasszikusokat idézem. Ennek mi lesz a címe? Always with me, always with you, és ez egy Joe Satriani nóta lesz. Hajj. Thank you.
Akkor menjünk tovább, lépjünk tovább, Tamás. Bemelegítettük az ujjainkat. Mit érdemes elsősorban, milyen részint, mit érdemes először elkezdeni tanulgatni? Mi az az irodalom, amihez ehhez kell? Esetleg tudnál ajánlani is valamit? Illetve aztán később tovább lépve mondd el, hogy hát mint haladó gitárosoknak, és amikor már nagyon kiműveltük magunkat, akkor mit érdemes, miket tanácsolsz, mi az, ami ebben a hangszerrel igazából kapcsolatos, Itt is talán azt szeretném mondani, hogy nem a saját véleményemet szeretném előre tolni, hanem azt az általános és évszázadok óta bevált gyakorlatot szeretném ismételni, hogy minél több zenét kell hallgatni. A rockgitározás alapvetően ösztönös műfaj. Tehát annál jobb a rockgitáros, vagy a jazzgitáros, vagy tehát az elektromos gitáros, annál jobb, minél fölismerhetőbb a stílusa. Tehát az a jó, hogyha az ember megpenget egy hangot, és... És akkor erre azt mondják, hogy igen, ez a Szekeres Tamás volt, vagy ez a, nem tudom, a Maróti Zoli, a Daci Zsolt, a Richie Blackmore, a Van Halen, vagy a akárkicsoda. Az a jó. Uh-huh. Na most pontosan ezért kell inkább minél több zenét hallgatni, és ellesni azokat az alapvető technikai trükköket, illetve aztán később pedig azt a nagy gitárosoktól, hogy mivel, milyen úton lettek ők azok, amik. Úgyhogy elsősorban én azt ajánlanám, hogy nagyon sok zenét kell hallgatni, koncertekre járni, a magnó elé kell görnyedni, tehát nem elsősorban a kotta vásárlást favorizálnám én, hanem az, hogy a magnó elé kell ülni, próbálgatni mindenféle szinten azokat a gitárosokat, akiket úgymond Istenünknek kijelölünk, akkor le kell ülni, és követni kell, meg kell nézni, hogy hogyan ritmus gitározik, tehát hogyan kísér. Vagy milyen vibrátókat használ, mik a jellemző húzásai, például amikor a Joe Satrianiról volt szó, annak idején a gitárkurzuson, akkor például egy komplett ilyen legátú kötés felépítést beszéltünk a kurzusokon, tehát azt, hogy ugye a Joe Satriani legtöbbször nem pengeti meg a hangokat jobb kézzel, hanem ráköti, tehát ráüt, illetve elpenget. És akkor ebből jött. Akkor ehhez mondjuk egy ilyen gyakorlat, hogy... És akkor ez csak ütés. Csak kötés. Tamás. Bocsánat. Esetleg, hogyha, mert tudom, hogy ilyenkor ilyen beindulás szintű dolog, esetleg aki akar ilyen kurzusokra járni, azok hol értesülhetnek erről, ezekről? Budapesten az Oroszlán barlangban vannak ezek a kurzusok havonta, de hát mi sajnálatunkra oda már általában elfogyott minden jegy erre az évre, vagy a belépő, vagy nem tudom, hogy hogy csinálják ezt ők. A Zenész magazinból lehet megtudni az időpontokat, és azért annyit hadd mondjak, hogy aki hosszabban kíváncsi a fejtegetéseimre a gitározásról. Uh-huh. A Zenész magazinban most már azt hiszem 2,5 éve egy ilyen, vagy 2 éve egy ilyen gitáriskola sorozatom van, és az lépésről lépésre elmondja az én véleményemet. Értem. Hát egyébként véve, hogy műsorunk véges, én azt javaslom neked, és azt javaslom a nézőknek is, hogy érdemes lesz majd a hangszertár adásait nézni, ugyanis én nagyon-nagyon szeretném, hogyha még erről, és egyáltalán a gitározáson még bővebben a sűrű időbeosztásod ellenére azért még el tudnál jönni, és szánnál egy kis időt erre, hogy azért tényleg ebbe bele tudjunk melegedni igazából jobban. Hát nagyon nagy örömmel, hiszen arról is lehetne beszélni, hogy a felszerelések tekintetében hogyan módosíthatják a szandokat, tehát a megszólalást a gitáros, ez is egy nagyon érdekes probléma, illetve hát sok más. Uh-huh.
Értem. Következő még, amit még hirtelen el szeretnék mondani a nézőknek is, most Presser Gáborral dolgozol, végezetül most azt kell mondanom, mert nagyon-nagyon kevés az időnk. Presser Gábornak dolgozol, milyen ez a munka? Ez szolisztikus munka? Vagy? Igen. Uh-huh. Igen, nagyon megtisztelő, hiszen a pici nekem gyerekkori példaképem és zenei bálványom, úgyhogy nagyon megtisztelő, hogy uh-huh. játszhatok vele. Egyébként abban a klipben is én gitározom, amit ti is szoktatok játszani uh-huh. a szerelem jóban. Hát akkor köszönöm szépen, hogy eljöttél, és még egy utolsó produkciót akkor még hagy kérlek. És akkor ezt meghívásnak tekinthetem, amit most mondtál már, mint hogy akkor természetesen akkor már csak a meghívást köszönöm. Már csak időpontot kell egyeztetni, és akkor kívánok neked még sok sikert. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.